Sziasztok! Dunai Misi vagyok, ez pedig a Hajónapló online irodalmi műsorunk, amelyben művészeink lehetőséget kapnak arra, hogy elhozzák nektek kedvenc irodalmi alkotásaikat. Ti pedig nézhetitek bárhol, otthon, mozgásban, útközben, az élmény biztosan veletek lesz. A mai vendégünk a keszthelyi születésű József Attila díjas költő Szálinger Balázs első verseskötete 21 éves korában jelent meg. Azóta verseivel, eposzaival, drámáival folyamatosan jelen van a magyar irodalmi színpadon, és a színpadot itt szó szerint kell érteni, hiszen Szálinger Balázs mára elismert színpadi szerző is. Szűcs Krisztiánnal fellépnek színpadokon is, zenei színpadokon. Duójuk, a Szűcsinger több mint 5 éve járja az országot kocsmákban, művelődési házakban, fesztiválokon lépnek fel előadásukkal, amely egyszerre irodalmi est, kabaré és örömzene is. Ma saját előadásában hallgathatjátok meg tőle több versét. Az én kedvencem egyébként a Jóléti víztározó és környéke című vers, de válasz te is magadnak legalább egyet. Obszervatórium. A 8-szögletű elektromossági pavilon áhítattal elfoglalja helyét a meteorológiai parkban. Ez a település a mai naptól adatokat küld arról, hogy az ember nem több, hamu. A földrengés műszak egyelőre Bódéban 75%-os készültségben üzemel, de a Vicentini Konkoly-féle műszer már működik, bekormozott papírszalagra ír. Ha 2 méter távolságból ráfújunk, a tűk nagy kitérést mutatnak be a látogatónak, mintha messze keleten beomolna egy posztkádárista birodalom. A távlatok dacára az átadó ünnepély fesztelen és vidám, többször is megfogódik egy tanárnő feneke, már érett neki. Itt egy kis nő jövőre kihord egy májust. Mi mindent el tud követni az ember, hogy ne gondoljon a kőzet mozgásokra, és hogy ez tényleg élő bolygó, elfelejthesse. Pedig mennyi álom, szerelem és kívánás húzódik össze bánatos semmivé egyetlen perc alatt, amint valahol messze, keleten, bucsonyban, amiről másnap már mindenki tudja, hol van, fogja magát és eltörik a kő. Másik ember blues. Örül az ember a másik szervezetnek. Öltözteti, jókat kíván neki. Elhallgatja, hogy légzés alapú, megöleli, megszokja, szereti. Hangya végre, dögbogár végre és billenő bogár végre jut az ember, de összecseng naponta az örömmel. Jé, ez ketyeg, jé, ez surlódik és fecseg, hajat, szagot hagy, működik. Csak ahogy él, már azzal élni hív, és jé, ez két lábon járó vérkering, és melybe csak az ördög köphet bele. Ficánkol, és a szőnyegen megáll mesztelenül. Telik az élete. Úgy mondaná az ember, hogy maradj. Lesz gyógyszer és meleg ruha, lesz minden, csak soha se menj el innen, csak élj. Mert jó, mert ez jó, mert jó, ami vagy. S mégsem mondja az ember, jól lehet kiáltana, és nem kiált, ugyan. A halállal lényegi baja nincsen. Egy-egy szeretlek elcsattan, s amúgy elég neki, hogy a világ kitermeli a legszebb napokat. Jóléti víztározó és környéke. Az emberi megtelepedés hivatalosan is szerepkör nélküli volt a robbantás reggeléig. Az olajipar útjában álló, megfojtani tervezett kis forrás furcsa módon nagyobb erőre kapott. Délutánra kirajzolódtak a falu következő évtizedei. A Jóléti víztározótól balra Fortuna néven nyílik vendéglő, jobbra marad az erdő, az egyetlen utca továbbra is a nagyköltő Petőfi Sándor nevét viseli, míg a buszforduló körül, mint egy idegen életforma, megtapad valami, aminek jobb vidékeken neve van, faluközpont. Kimagasló és bűvös szekerek hoznak csillagport a messzi aszfaltutakról, idegen csizmák verődnek le sarkantyúsan és szépen, plusz van a két szobor, amit meg lehet nézni. Közben a hegyben, hajszálerekben lüktet az élet, spórák, magok olajától lángol az ajnövényzet,
Indák kúsznak az ablakon, ablakon át be, s a hegyi pincék, mint lefejezésre felvonultatott testek, egyszeri és megismételhetetlen sorrendben térdre esnek. A Duna rajzolói. A téli rajzolások szezonja véget ért, a folyam még csekély volt, és akkor minden mérőket szintezni hajtottak a Duna mellé. Négy mérnök és négy figuráns két partjáról a vizet fogta közre, két figuráns a két part között húzott ki kötelet, egy mérnök csónakban ülve a mélységet mérte, így volt a haladás. Akkor áradni kezdett, és ez eltartott 5 teljes hónapig. Nem csupán a Duna árjával kellett megküzdeni, de sokféle fokok és nádasok átgázlására adott kényszeres szükség, a helyőrségtől való távolsággal, a vadonban élő mindenféle férgekkel, az árvíz leírhatatlan büdösségével, az élelem megszerzésével is meg kellett vívni. 13 ujjú, átkozódó lápi vénasszonyok vak rigóval a vállukon keltettek riadalmat gyönge inasaink körében. A nyers térszintől némán viszolyogtunk, viszolygásunkat szégyeltük és bántuk, a pogánytól megszabadult hazánk mocsaras, gőzös, gennyes pokolnak tűnt, amire sajnáljuk földi életünket, és melyben magunk után nem hagyhatunk mást, mint műszereket, csákjákat, pártutajt. Úgy volt néma, üres és ismeretlen, mint amit már nevére írt a rontás, fájt és édes volt és megszaggatott ringyó, szentséges szűz a lábaink előtt. A térképeinken kezdett formája lenni, kikerekedni, pírt kapni, tartást, mert összeszorított szájjal, csukott szemekkel meséinkből alkottuk újra őt, de ha felnéztünk, csak alig minden tizedik falunévhez tartozott falu is. Megjöttek az övek. Az autópálya kerítés oszlopain díszsorfalat állnak a madárvilág köznemesei. Órák telnek a tűző napon, egyik lábról a másikra állnak, és nem jött eddig egyetlen autó sem. A hátuk mögötti megye nevében régi népek lettek elásva, és minden hétvégén támad valami hagyományosan mozdíthatatlan, ami állítólag itt ragadt valahonnan, és úgy új, hogy haszontalan és régi. Hagyományőrzés, büszkeségturizmus bebiztosítva nagy, kisütött húsokkal. Pedig pont az ilyen kultúra lesz kétes valamikoriságú. Ezt 2 perc alatt át lehet nevezni, el lehet venni, át lehet iratni. Védtelen, kétségbeesett, hamis és romlékony fogócska zajlik a mindig hagyománnyal, ami még mindig könnyebb, mint leülni, teremteni egy újat. Lehetne persze, de ezt meg ezt itt pont most vasárnap kell megünnepelni. Közben kint az M3-as kerítés oszlopain az ölyvek nem ünnepelnek, várnak, pár száz évente díszsorfalat állnak.